Mindenki Akadémiája színpadán, dr. Kiss Gergely, olimpiai bajnok vízilabdázó, sportjogász. Köszöntöm Önöket! Egyedüli gyermekként, testvér nélkül nőttem föl, így aztán talán pont ezért tudom nagyon értékelni, hogy milyen az, amikor csapatban együttműködünk. A világ vízilabdázásának 160-70 éve találták ki a vízilabdát. Ennek a történetnek az egyik központja Margit-sziget, úgyhogy ez egy kedves és mindig is szívemben lévő helyszín. Itt a Margit-szigeten nyert Bajnokok Ligája arany és ezüstérmet Kiss Gergely, és itt állhatott dobogóra Európa-bajnokságon és világkupán is. De nem ő lövi, hanem Kiss Gergely, és megnyertük az Európa-bajnokságot! Közel 20 éves karrierje során háromszor nyert olimpiát, megválasztották az évjátékosának, és több magyar bajnoki címe is van. Bár a Honvéd színeiben még aktív játékos, a nyári budapesti világbajnokságot már csak szurkolóként izgulja végig. Nem lehetünk és nem is szabad irigynek lennünk arra, hogy a maiaknak milyen lehetőségeik vannak. Jó lett volna egy világbajnokság Budapesten abban az időben, amikor mi a csúcson voltunk, viszont ez nagyon sok felelőssége és stresszel járt, tehát azt nem, abszolút nem irigylem. Sőt, féltem is a sportolókat, akik több százan majd magyar részről fognak versenyezni a különböző sportágokban a világbajnokságon, hogy milyen nyomás alatt vannak, mennyi mindennek kell megfelelniük. Kiss Gergely zseniális volt, csodálatos volt. Bár a válogatottságtól visszavonult, sokkal több szabad ideje most sincs. Sportvezetőként dolgozik, és a csapatmunka fontosságáról tart előadásokat cégvezetőknek, menedzsereknek. Családi feladatai is szaporodtak az utóbbi időben. Kiskamasz lányai Viktória és Patrícia után 7 hónappal ezelőtt megszületett Olivia. Felesége az egykori vízilabdázó Valkai Anna. Három kislányom közül a két nagyobbik 10 és 14 éves, nagy a korkülönbség, a harmadik kislányunk 7 hónapos lesz, és a nagyok elkezdtek vízilabdázni. Így ők benne vannak a sportában, és nagyon lelkesek, tehát ők szívvel, lélekkel szeretik, és nem az édesapa miatt, vagy az édesapa nyomására, vagy neki való megfelelési vágy miatt kezdtek el játszani, hanem szeretik a játékot, szeretik a gyakorlatokat végigcsinálni, szeretik azt, hogy fejlődnek, hogy lépnek előre a kis pályafutásukba. Kis kapja, kis emelkedik ki, gól! A kicsi viszont nem fogja tudni átélni majd személyesen, emlékei nem lesznek arról, hogy mik történtek itt velem, mondjuk 16 éves korom óta, az első ifi EB arany óta, akár 40 éves koromig, hiszen mire ő emlékezni fog a dolgokra, addig már néhány éve én már inaktív leszek a vízilabdában. Pályafutása csúcsán szerzett jogi diplomát, néhány éve pedig utánpótlás klubot alapított több társával együtt, és megjelent életrajzi könyve is. A nyáron még egyszer utoljára vízbe száll a híres Kemény Dénes vezette válogatottal a veteránoknak rendezett Masters világbajnokságon. Életünkben számos közösségben élünk, dolgozunk, tevékenykedünk, és talán nem is gondolunk bele, hogy mennyi különböző szintje van ennek az együttműködésnek, és a sikeres munkához, a sikeres közös munkához, a közösségnek, az egyéneknek mennyi mindent kell beleraknia napról napra, a hétköznapokban. Nekem olyan nagy szerencsém volt az életben, hogy a sors egy olyan közösséget adott nekem, amivel kimagasló sikereket tudtunk elérni, és ennek mentén igyekeztünk a hétköznapokban is ténykedni. Az egyén és a csapat közti kapcsolatról számtalan szakkönyvből tudna idézni Kiss Gergely, de ő főleg a saját tapasztalatait szeretné megosztani másokkal. Kiválóság és az átlag között iskolában egy-két ilyennyi különbség van. Üzletéletben lehet, hogy 100 millió vagy milliárd forintokról beszélünk, a sportban pedig nagyon komoly érmekről, meg helyezésekről. Kiss Gergő, közelebb jön, gól! Kiss Gergő bebombázza a labdát! A csapatban dolgozó, a csapat sikerétől függő cégeknek, cégvezetőknek próbálja átadni, hogy melyek azok az apró nüanszok, amelyekkel ki lehet emelkedni a tömegből. A tanulmányoktól, az üzleti életen át, művészeti ágaktól kezdve, hogy mi az, amikor csak ott vagyok és tengek-lengek, és megcsináltam az alapot, amit elvárnak tőlem, számos ilyet látunk ugye magunk körül a környezetünkben. Vagy mi az, amikor különböző szinteket emelkedve és különböző elvárási szinteket meglépve tudunk kiválóak lenni.
ifjú játékos korában a sport és a csapat dinamika kapcsolatának tudományos megközelítése még gyerekcipőben járt. Ma már komoly szakmai stábok foglalkoznak a sikeres csapatmunkával egy válogatottnál, épp úgy, mint egy multicégnél. A Mindenki Akadémiája színpadán Kis Gergely, vízilabdázó, sportjogász. És témája együttműködés, csapatmunka, avagy út a közösség sikeréhez. Amikor egy közösség elkezd együtt dolgozni, akkor sok alapvető feladat áll az első lépések megtétel előtt már a közösség tagjai előtt. Ilyen feladat az, hogy közösen kell tudni gondolkodni. Meg kell tanulni azt, hogy nem csak egyéni célok és egyéni érdekek vannak, hanem van egy olyan nagy közös érdek, ami felülír mindent. Ehhez a közös célmeghatározáshoz egyfajta álom és vízió az első lépés, amit mi nagyon könnyen tudunk sportolóként meghatározni, hiszen egy magyar sportolónak mi más lehet az álma, mint hogy olimpiai bajnok legyen. Ez egy távoli cél. Amikor 6-8-10 évesen lemegyünk egy sportpályára, egy úszodába, és elkezdünk sportolni napi szinten, akkor bizony a legtöbbünkben az fordul meg, hogy a világ legjobbja szeretne lenni, világbajnok szeretne lenni, olimpiai bajnok szeretne lenni. Nagyon nehéz azt modellezni mondjuk egy vízilabdázónál, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, és én minden pillanatában a munkámnak, az edzésemnek, minden megtett méternél csak azt mondogatom magamnak, hogy olimpiai aranyérem, olimpiai aranyérem. Ez nyilván sokszor működik, és fontos is, hogy azért figyelmeztesse magát az elfáradó, a kicsit kesztelenné váló, vagy bal lábbal felébredő sportoló, hogy igenis nagyon komoly, magasztos céljai vannak, de kényelmesen leülve egy fotelba, vagy lefeküdve az ágyba, alvás előtt, ha ez a gondolat hajtja, akkor sokkal könnyebb felébredni másnap korán reggel, és belefogni a munkába. Nem jó, hogyha csak egyféleképpen tudunk gondolkodni, meg kell próbálni egy közösségben komplexen gondolkodni, és a pillanatnyi feladatot, az adott fát ki kell kerülni az erdőben, hogy ne koppanjunk egy hatalmasat, viszont tudni kell, hogy nem csak egy fából áll az erdő, hanem sok pici feladatot kell elvégezni, sok konkrét kitűzött célt kell elérni napról napra. Ezek lehetnek egy munkahelyen projektek, lehetnek iskolai célok egy tanulónál, lehetnek egy sportolónál a különböző sporteredmények, és aztán, hogyha ezeket a fákat kikerüljük az erdőben, akkor a végén ott várhat minket a kastély, vagyis hát az olimpiai aranyérem és a hercegnő, hogyha ezzel a példával élünk. Tulajdonképpen nekem, mint a vízilabda csapat egy tagjának, ez egy fantasztikusan jól működő mechanizmus volt, és nagyon boldog vagyok, és kiváltságosnak érzem magam, hogy olyan társakkal együtt készülhettem a hétköznapokban, akik tudtak ilyen konkrét célok mentén dolgozni. Mindenkinek megvolt az adott napi feladata, le akartuk győzni egymást, le akartuk győzni saját magunkat, és ezeken a pillanatnyi apró sikereknek az árán az ellenfeleket is természetesen. Szóval ez egy olyan fajta plusz erőt ad az embernek, ami semmi mással nem lehet összemérni egy közösségi munka kapcsán. És ha azt kérdezik, hogy mennyiben a tehetségem múlt mondjuk a 3 olimpiai aranyérem megszerzése a mi generációnknak, akkor igen, a tehetségen is múlt. Hozzá kellett tenni nagyon sok munkát, de ez a fajta céltudatosság, ez bizony egy elég nagy, hát mondhatom azt, hogy legalább egyharmadnyi mértékben számított a sikerekben. A célok megvannak, az álom, a vízió ott van a vasárnapi gondolkodásban, a lefekvés előtt, megvannak a konkrét célok is, akkor elkezdhet együtt működni, együtt dolgozni a csapat. Viszont ennek a csapatnak a hétköznapokban nem egyének egymás mellett ülő egy irodában, vagy egy úszópályán, vagy egy sportpályán egymás mellett dolgozó, hanem együtt dolgozó egységei vannak. Ez egy olyan kirakós játék, hogyha hiába van a kirakósnak minden egyes darabja gyönyörű, hibátlanul megformált darab, és aztán össze is tud ez illeni, ha nem rakják össze a vezetők, ami ugye a sportban az edzők személye, és ezek a tagok nem tudnak együtt dolgozni, és taszítják egymást, akkor sosem fog tudni az együtt működni. És nem elég a szakmai tudás, nem elég a szakmai rátermettség, hanem bizony egyfajta olyan emberség, egyfajta olyan humánum kell, amit bele kell raknunk a hétköznapokba, amitől ez tud működni. Itt ugye a legjobb szó erre az empátia, hiszen
el kell tudnunk viselni egymást a hétköznapokban. Vannak olyan munkahelyek, ahol egy helyiségben sok ember van összezárva. Mondjuk egy vízilabda csapatnál, ez egy olimpiai felkészülés alkalmával 20-22 ember egy öltözőben. Nyilván különböző emberek, különböző helyekről érkezve, különböző családokból, különböző világnézettel, anyagi, vagyoni helyzettel, vallással, politikai meggyőződéssel, bármivel érkeznek az adott közösségbe, azt félre kell tudni tenniük bizonyos szinten, és meg kell tanulniuk együttműködni a közös cél érdekében. Sose mondták azt az edzőink, hogy legyünk nagyon jó barátok. Sose várja el egy főnök egy munkahelyen, hogy a legjobb barátokká váljanak az egy irodában, az egy munkahelyen, egy üzemegységnél dolgozó munkatársak. De hogy tudjanak együttműködni, hogy tudjanak számítani egymásra, hogy el tudják viselni egymást a legnehezebb pillanatokban is, az bizony elkerülhetetlen. Erre a fajta empátiára szerencsére a mi generációnk szintén nagyon jó példa volt, hiszen én úgy játszottam 382 mérkőzést a magyar válogatott színeiben 16 éves koromtól 35 éves koromig, majd 20 évig, hogy egyetlen komoly veszekedésem volt a közösségem belül. Voltak viták, voltak nézeteltérések, voltak olyan dolgok, amikor nagyon nem értettünk egyet a másik egyénnel, egyénileg, vagy nem értettünk egyet az edzővel, vagy nem értettünk egyet azzal a stratégiával, amit éppen kidolgoztunk, de mégis azt mondtuk, hogy félre kell tenni az egyéniséget, félre kell tudni tenni a mi gondolkodásmódunkat az adott pillanatban, hogy működjön az egység. És aztán majd lesz egy nehéz pillanat a mérkőzésen, a munka folyamán, amikor újra elő kell venni a személyiséget, tehát kell tudni elbújni, kell tudni a tömegbe működni egyfajta csorda szellemként, és kell tudni kiválónak lenni és kiemelkedni a tömegből, de azt a megfelelő pillanatban, nyilván döntő helyzetben. Szóval ezek a kis emberi játékok a hétköznapokban sokszor jól működnek egy munkahelyen vagy egy sportcsapatnál, de sokszor nagyon rosszul. És akkor kérdezik, hogy van 11 sztár egy foci csapatban mondjuk, nézzük a tévében a sztárokat, miért nem nyernek? Hát 11 sztár játszik, fantasztikus tehetségek, össze vannak vásárolva a világ minden pontjáról, posztjukon az egyik legjobbak a világon, miért nem nyernek? És akkor jön az a kérdés, amit egy edző nagyon nehezen válaszol meg, mert nem működött az a fajta emberi kémia egymás között, nem tudtak elnézni dolgokat, nem tudtak túllépni problémákon az öltözőben, a közös ebédek, a közös utazások alkalmából. Egyiket zavarta, hogy horkol a társa, a másikat zavarta, hogy csámcsog a harmadik társa, az egyik az nem szeretett korán kelni, a másik az mindig korán kelő volt, nem tudtak egy szobában együtt dolgozni, vagy együtt készülni egy edzőtáborban. Számos apró pici dolog van, ami megzavarhatja azt a fajta harmóniát, azt a fajta egységet, amitől a végén, a mérkőzésen, a teljesítés alkalmával a legmagasabb szintet kell tudni kihozni magunkból is, és egymásból is. És hogyha én bízom a többiekben, és el tudom fogadni őket a hétköznapokban, akkor bizony számíthatok arra, hogyha én védekezésben hibázok, akkor mögöttem még van egy blokk, egy besegítő kéz, és az kivédi a lövést, és ezzel mondjuk megnyerjük a mérkőzést. Pedig én hibáztam, mégse okolnak engem, mert kisegítenek, mert bízunk egymásban, mert számítunk egymásra, és mert tudunk túlnézni az apró hétköznapi problémákon a nagy cél érdekében. Ez egyfajta érdekközösség is, ami jó esetben hoz egy olyan baráti, bajtársi viszonyt is, ami egy munka során a hétköznapokban, vagy az edzések során a sportban, az bizony kincset érhet, és a győzelemhez vezető út egy nagyon fontos alappillére lehet. Hát a csapat együttműködik, de a végső soron emberekből áll, egyénekből áll, fáradt, friss, boldog, boldogtalan, válófélben lévő, friss házas, gyászoló, és mindenféle emberekből áll ez a közösség. És ezeket a hétköznapokban lehet és kell is tudni kezelni a közösségi munka során, de aztán az eredménynél szokták mondani, hogy a himnusz az egy csapatnak szól az olimpián. És a többi az mondhatja a kifogásait, sopánkodhat, szomorkodhat, de a végén egy csapat fog nyerni, aki a legtöbb külső körülmény ki tudta zárni. Úgyhogy én hiszek benne, hogy az egyén útja, amit végig kell, hogy járjon, az egy belső indítatásból fakadó, nélkülözhetetlen egysége a sikernek. Keleti harcművészeteknek van a
és a japán harcművészeteknek van az az egy egyszerű kis szó, a do, ami azt jelenti, hogy út. És egy nagyon sok harcművészeti ágnak a nevében benne van. Én ebben nagyon hiszek, hogy mindenkinek van egy útja, amit végig kell tudni járni. Ez néha göröngyös, néha zsákutca van benne, néha vissza kell kanyarodni. Ez olyan, mint egy hatalmas fa, hogy elindul a hangya, és nem tudja, melyik ágán kell mennie, hogy hogy a gyümölcsöt elérje, és tudja vinni a várba a falatot. De megy és próbálja. Szóval az egyénnek ezen az úton végig kell mennie. Mi kell hozzá, milyen fontos tulajdonságok, milyen fontos képességek kellenek az egyénnek. Azt mondom, hogy ha én a közösség tagja vagyok, és ott vagyok a tömegben valahol, akkor nem leszünk bajnokok, akkor nem lesz a miénk a legjobb vállalat az országban vagy a világon. Ha mindenki így gondolkodik, ahogy én, középszerűek leszünk. A középszerből ki kell tudni nőni, merni kell nagyot vállalni, el kell magunktól várni a saját tükrünk előtt, hogy a legjobbak legyünk. És ez a fajta kiválóságra törekvés, ezt minden edző elmondja jó esetben a tanítványainak, a tanár elmondja, a rendező elmondja a színészeinek. Ha csak egy közepes performance-ot, egy közepes előadást akarsz, akkor közepes lesz az eredmény. Tehát amit belerakok, azt várhatom el, hogy a többiek is belerakják, és utána azt fogjuk visszakapni az élettől. Szokták mondani, hogy az élet X-re játszik, döntetlenre játszik, és azt is szokták mondani, hogy a kapufa nem hazudik. Annak megy be a lövése a kapufáról, és gól lesz, aki a legtöbbet tesz érte, és annak nem megy be, és kipattan, aki valamiért biztos kevesebbet tett, mint az ellenfél. Ezek régi bölcsességek, elmondták ezerszer, ezer helyen, de ezeket a bölcsességeket, ezeket a hétköznapi aranyköpéseket belül kell éreznünk, magunkénak kell érezni, mint egyének, hogy a közösség működhessen. Aztán nagyon fontos képessége az egyének egy közösségen belül, hogy merjen megújulni. Ha valami nem működik, vagy valami egy kicsit vesztette a lendületéből, akkor tudni kell egy újat húzni, egy új módszert, egy új képességet kifejleszteni. Ez lehet egy munkahelyen egy új nyelv megtanulása, vagy egy új munkafázis elsajátítása, amivel többek leszünk. Ez lehet akár csak egy-két olyan szakkönyv elolvasása, amivel jobban tudok együttműködni a könyvek hatására a munkatársaimmal. Ez egy sportolónál lehet egy gyakorlatsor, egy mozdulatsor unalomig történő begyakorlása, hogy ezzel több legyek. De mernünk kell esetleg akár edzői, akár sportolói szinten újat mutatni. Aztán nagyon fontos, hogy a probléma megoldás. Egy csapat, egy közösség életében ezernyi és ezernyi apró probléma jön. Nem is beszélve a nagy problémákról, a nagyobb nehézségekről. Képesnek kell lennünk arra, hogy nem ragadunk le egy-egy negatív pillanatnál, és igenis meg tudjuk tanulni, kezelni ezeket a konfliktusokat, ezeket a kudarc élményeket, és tovább kell tudnunk lépni. Aztán nagyon fontos, hogy a sportolónak benne van az életében az is, hogy a probléma kezelés az lehet pozitív is. Tehát az is egy probléma, ha mondjuk sokat nyerünk, és elhisszük, hogy már mi verhetetlenek vagyunk. Tehát az is egy problémaforrás, azt is kezelni kell tudni, tehát a két véglet között kell tudni mozogni. Én nagyon hiszek abban, hogy a tisztelet egymás iránt, az egyének tiszteljék egymást, és a főnöküket, a vezetőjüket, az edzőjüket, és ő is tisztelje a csapatát, a játékosait, a sportolóit, a munkatársait. Ezek nélkül nem működik a rendszer, mint ahogy az a fajta lojalitás nélkül sem működik, hogy a cégemet szeressem, ahol dolgozom, oda szívesen menjek be, szeressem a csapatomat, a klubomat, hogyha a klubjátékosról beszélünk, tehát legyen egyfajta olyan kapcsolat, egyfajta olyan vonzódás, ami pluszt adhat a sikerhez, és ami nélkül nem gondolhatjuk azt, hogy szívvel lélekkel tudunk küzdeni. Aztán nyilván számos apróság kell még az önfejlesztés és az elfogadás témakörökben, de azt mondom, hogy a legvégén, ami számít, és ami minden eldőlhet, azok a különböző szintek kezelései. Ugye itt látjuk is, hogy
Én úgy fogalmazom meg, nincsenek aranyszabályok, és nem találok ki nagy aranyköpéseket, de nagyon szívesen tanulok, és nagyon szívesen rakom össze azt a sok tapasztalatot, amit kaphattam az élettől. Én azt tapasztaltam, hogy ezeket a szinteket kell megélnünk, ami ott indul, hogy én, mint egyén, rendbe tudjam rakni magamat. Én tudjam, hogy mire vagyok képes, mik a hibáim, mik az erényeim, miben számíthat rám a közösségem, és mi az, amiben javulnom kell, vagy amilyen hibámat meg kell próbálni az asztal alá dugni, és nem a közösségem kárára esetleg többször elkövetni azt a hibát, vagy azt a hiányosságot felszínre hozni. Ha ez a szint, az egyén szintje rendben van, akkor nagyon fontos, hogy egy hatalmas közösségben, tényleg mondjuk vegyünk egy vízlabda csapatot, a 18-20 ember, aki készül az olimpiai kerettel, hogy ők tudjanak együtt kommunikálni, tudjanak együtt dolgozni, szívesen adjak egy paszt a társamnak, szívesen üljek mellé a buszon az edzőtáborba, amikor utazunk. Tehát tudjunk emberként is, és vízilabdázóként is, szakmailag is együttműködni. Ha megy az egyének, és megy az egyének közötti viszonyrendszernek a kezelése, akkor nagyon fontos, hogy mint csapat, az egész egység, mindenki tudjon együtt mozdulni egyfajta csorda szellemmel. Igen, most elmegyünk együtt vacsorázni, mert dolgoztunk együtt egy hétig nagyon keményen, és most mindenki eljön, és félreteszi a családi, tanulási, egyéb bármilyen problémáit, le kell festeni a kerítést, meg kell főzni holnapra a családnak. Nem, most az a fontos, hogy elmegyünk, és együtt vagyunk, és együtt töltünk a megszokott környezeten kívül is időt. Ez mind-mind olyan apró részlet, amit nem gondoljuk, hogy fontos, de a sok apró részletből épül föl az egység, a siker, a sikeres együttműködés. Hogyha a csapat működik együtt, minden rendben van, de valami nem működik a vezetővel, a főnökkel, az edzővel, akkor megint csak iszonyatosan nehéz sikerességről beszélni, hiszen nincs őszinteség a nagy egység és a vezető között, akinek döntéseket kell hoznia. A végén egy vízlabda csapatnál a játékos lövi be a gólt, a játékos blokkolja ki a lövést, a játékos adja a gólpasszt. Hiába van bármilyen szuper edző, ha a játékosnak nincs meg a tisztelete vagy a bizalma a társa iránt, vagy a vezetője, az edzője iránt, akkor nagyon nehéz hitelesen dolgozni a hétköznapokban, és nagyon nehéz eredményesen ténykedni a téthelyzetben, ami mondjuk vegyünk egy olimpiai mérkőzést. Ha ez mégiscsak működik, és együtt tud működni a közösség az egyének is, a csapatszinten is, és az edzővel is, akkor még mindig van egy szint, ami szerintem nagyon fontos számos területen, természetesen nem minden területén az életnek, de van egy külvilágfaktor, hiszen ha veszünk egy sportolót, veszünk egy zenészt, egy színészt a showbiznisz világából, ott bizony vannak újságírók, vannak menedzserek, vannak riválisok, olyan külső tényezők, amiket kezelni kell tudni. Ilyen szempontból furcsa hangzik talán, de én még a családot is sokszor külső tényezőként tekintem, hiszen ott az egység, akik együtt töltenek 8-10-12 órát egy nap, vegyünk egy koncertturnét egy együttesnél. Ha mindenki elkezd foglalkozni egy sztár együttesnek a hétköznapi problémáival, akkor nem tudnak koncentrálni arra, hogy az a turné két naponta más és más országban sikeres lehessen, és 80-100 ember előtt léphessenek föl. Tehát az összes ilyen külső körülményt ki kell tudni zárni, illetve kezelni kell tudni. Ugye ez egy vállalatnál mondjuk külső körülmény lehet, hogy mit ír a szaksajtó az adott vállalatról, a konkurensek hogy kezelik, hogy tudnak reagálni belülről a vállalat részéről az új helyzetre, az új jogszabályi környezetre, és számos dolgot sorolhatnék, ami befolyásolhatja a teljesítményt. Ha ez a fajta technős páncél működik, hogy az egység megvan, a csapat és a vezető között, a közösség és a vezető személyiség között, ez a páncél tud működni és tudja kezelni a külvilágot, az is lehet, hogy pont egy olyan százalékot számít a teljesítményben, amitől mondjuk piacvezető lehet egy cég, amitől sikeres lehet egy zenész, amitől győztes lehet egy sportoló, és nem második. Hiszen sokszor az első és a második között néhány százalék, néhány tized százalék különbség van. Jó példa talán az athéni olimpiai döntőnk, ahol 8 hétre nyertünk. Azt gondolta bárki is, hogy gyenge az ellenfél, Szerbia és Montenegro nem. Nyanszokon, apróságokon, egy-egy mozdulatokon múlik, hogy kiből lesz sikeres, és kiből lesz idézőjelben csak második, hiszen
Nem emlékszik majd 10 év múlva valószínűleg senki, hogy ki volt a második az olimpián, arra fognak emlékezni, hogy ki volt az első. Miközben ugyanazt a munkát megcsinálta, ugyanúgy készült, ugyanolyan tehetséges volt, de valami talán hiányzott. És én hiszek benne, hogy sokszor ez a valami, ez ebben a szintrendszerben rejlő részlet, hogyha így az egyén, és az egyének közötti, és a csapat, és a vezető, és a külvilág felé tekintendő kapcsolatrendszer valamilyen szinten csorbát szenved. Hiszen a mai világban olyan világot élünk, ahol mindenki a legmaximálisabb technikai és szakmai tudással tud már készülni, akár a sportban, akár más területen, tehát az alapja már mindenkinek megvan. Itt már extrák döntenek, és egy extra lehet egy olyan kacsintás, egy olyan mosoly akár egy döntő pillanatban, amivel mi ketten tudjuk, hogy fogjuk legyőzni az ellenfelet 5 másodperc múlva, és erre senki nem készülhet, csak mi tudjuk ezt eldönteni. Szóval számomra, mint csapatember számára, nagyon sok tanulsággal járt az elmúlt 32 év, nagyon sokat tanultam edzőktől, társaktól, barátoktól, a szakmától és a külvilágtól egyaránt, és ebben a rövid időben igyekeztem átadni ennek a csapat mechanizmusnak, a csapat működésnek az egyénen keresztüli vázlatát. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és sok sikert kívánok mindenkinek az életben. Köszönöm. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap Győr Ágoston Fruzsina idegenvezető érkezik a pódiumra, aki Budapest szakértőként a főváros rejtett kincseit mutatja meg nekünk. Milleniumi Budapest holnap a Mindenki Akadémiájában.